Orbán Viktort méltatta egy kampányrendezvényen Donald Trump. Donald Trump egy Iowa állambeli nagygyűlésen beszélt erről, ahol a kapitólium ostroma volt egyébként a legfontosabb téma. Szerinte az FBI-nak is köze lehetett a történtekhez, és az akkori eseményekkel őt akarták ellehetetleníteni, a Biden kormányzat pedig fegyverként használja ellene az igazságszolgáltatást. A volt amerikai elnök beszédében úgy fogalmazott, idézem, Orbán Viktor a legtekintélyesebb ember, a legkeményebb Európában és talán Európán kívül is. Nagyszerű ember, nagyszerű vezető, egy nagyon kemény ember. Ő a legkeményebb Európában, sőt, talán mindenhol máshol is. Orbán Viktor Magyarországról. Hallott róla valaki? Kemény, de nagyon jó ember.